Sziasztok, újra itt vagyunk. Haller Tamás vagyok, és szoftver termékek értékesítésével, illetve azzal kapcsolatos szolgáltatásokkal foglalkozok. És ma Attilával az open source licenszelésről fogunk beszélni. Attila. Sziasztok, én Pap Attila vagyok, és DevOps konzulensként dolgozom, és beszéljünk az open source licenszekről. Elsőként tisztázzuk is azt, hogy mit is jelent egy szoftver licensz. Ez tulajdonképpen a jogi definíciója annak, hogy hogyan használhatod a szoftvert. Világos. Na most korábban beszéltünk már arról, hogy léteznek ilyen community meg commercial típusú open source szoftverek. Elmondtuk azt is ugye, hogy az egyiknél van valamilyen jellegű előfizetés, a másiknál nincs értékesítési modell, az ingyenes. Ez azt jelenti, hogy ezeknek nem is létezik licensze? Nem teljesen, sőt egyáltalán nem. A legtöbb esetben az ilyen open source projekteknek van licensze, és rendelkeznek szerzői jogokkal is, ami egyébként két különböző dolog, nem szabad összekeverni a kettőt. A licenszek közül a legismertebb az Apache Software Foundation License, vagy adott esetben az MIT és a GPL licenszek. Tehát ezeknek a licenszeknek többségében az a célja, hogy biztosítsák a fair szoftver használatot, illetve adott esetben garantálják azt, hogy a használók visszaadnak valamit a community-nek. Világos. Most említetted itt példánként az Apache-nak a licenszelési típusát. Milyen egyéb open source licenszelési formátumok vannak meg, és mégis ezek miben különböznek egymástól? Alapvetően több száz open source licensz létezik, de mindegyik becsoportosítható alapvetően két csoportba, vagy permissive, azaz megengedő licenszekről, vagy non-permissive, azaz nem megengedő licenszekről beszélünk. Az előbbibe tartozik például az Apache is, de a non-permissive licenszekre egy nagyon jó példa az MIT vagy a BSD licensz. És tulajdonképpen azt takargatják, amit a nevük is hordoz. Az Apache-hoz hasonló licenszek tulajdonképpen bármit megengednek a szoftverrel. Szabadon lehet módosítani, olyan mértékig akár, hogy rá se lehet ismerni a forráskódra. A lényeg, hogy bármit megtehetünk vele. Míg ezzel szemben a non-permissive licenszeknél tipikusan el szokták azt várni, hogy adjunk vissza valamit a community-nek, tehát hogyha van valamilyen új fejlesztés vagy bővítés, azt nyilván bátran megtehetjük, de azt adjuk is vissza a community-nek. Világos. Én úgy tudom egyébként, hogy a commercial open source termékeknél ott két ilyen szerződést is el kell fogadni. Az egyik az a végfelhasználói szerződés, a másik pedig egy ilyen végfelhasználói támogatási szerződés. Hogy erről egy kicsit tudnál mesélni, hogy mi ez a kettő? Persze. Szóval amikor letöltesz egy ilyen open source szoftvert, akkor már magával a letöltés tényével elfogadod ezeket a felhasználási feltételeket, illetve a licenszet. Nem kell egy igen vagy nem gombra kattintani, mivel már a fogyasztója vagy, vonatkoznak rád ezek a kötelezettségek. Ennek nyilván az előnye az, hogy nem kell különálló lépéseket tenni, hogy beszerzés, elfogadtatás vagy ilyesmi, de tulajdonképpen ennél a pontnál már az adott open source licensz által irányítva vagyunk, és akár elfogadjuk, akár nem, valamilyen szinten engedelmeskedni kell neki. Szóval valamilyen szinten ez a tényleges különbség egy ilyen hagyományos esethez képest. Ez nagyon érdekes, szerintem sokan nem tudják, és bevallom őszintén, nekem ez már ilyen nagyon komplexnek hangzik, hogy van egyáltalán olyan szervezet, vagy bárki, aki ezt a komplexitást ezt tudja követni, hogy akkor most milyen community vagy commercial licenszek tartoznak egy szoftverhez? Hát őszintén nem igazán, legalábbis én még nem láttam. Az egyik partnerünk foglalkozott azzal, hogy különböző vállalatoknál feltérképezte, hogy milyen open source megoldásokat használnak, és ennek mentén milyen kötelezettségeik vannak. És tipikusan, amikor leadták ezt a kész jelentést, akkor az volt a reakció, hogy váó, nem is tudtuk, hogy ennyi minden irányba kéne visszaadnunk a közösségeknek. Tehát én azt látom, hogy nem igazán létezik olyan szervezet, ahol ezzel megfelelően tisztában lennének, vagy ha van is, akkor elég kevés. És ez az egész visszamutat oda, hogy amit már korábban is megbeszéltünk, hogy a hozzáférhetőségnek köszönhetően nagyon könnyű beszerezni, de nagyon sokszor el is felejtik azt, hogy vannak különböző kötelezettségek is.
Ez valóban akár veszélyes is lehet egyébként egy felhasználó számára. De azt hallottam, hogy vannak olyan jellegű open source gyártók, akik teljesen újféle licenszelési modellt alkotnak, sajátot, mint például a Redis vagy a Mongo. Igen, igen. Ezekről tudsz beszélni egy picit? Ezeknek az újféle licenszelési modelleknek fogalmazunk úgy, hogy a célja is egy újszerű motiváció által hajtott. Ugyanis például az új Redis licensz, vagy a Mongo-nak a server-side public licensze azáltal van motiválva, hogy vannak most ezek az új nagy cloud szolgáltatók, mint mondjuk az Amazon, Google, és azt gondolják ezek a csoportok, hogy használják ezek a cégek az open source szoftvereket, installálják a szervereikre, de nem feltétlenül adnak vissza a community-nak, főleg abban az esetben, hogyha permissive licenszekről beszélünk, és mindemellett mégis rengeteg pénzt csinálnak belőle, ugyanis ezeket az open source megoldásokat beépítik a saját fizetős szolgáltatásaikba. Igazából ez csak ezekről az emberek véleménye igazán megoszlik, hogyha az Apache sokat kérdezed, akkor nyilván azt mondják, hogy hát ez mindig is így volt, ilyen a világ rendje, ezzel nem lehet mit tenni, de nyilván vannak, akik azt gondolják, hogy ez furcsa, hogyha a szoftveredet milliók használják, de te nem keresel belőle semmit. Az viszont szerintem egy kicsit mítosz, hogy ezek a cégek nem adnak vissza a közösségeknek, ugyanis az Amazon is rengeteg fejlesztést visszaad, a Google talán az egyik legnagyobb open source contributor, ugye ne felejtsük el, hogy a Kubernetes, ami most alapjaiban megrengette a szakmát, ők tették teljesen open source-á, szóval szerintem vannak dolgok, amiket visszakapnak a fejlesztők ezektől a nagy cégektől. Köszönöm szépen, nagyon érdekes volt. Én személy szerint nagyon sokat tanultam az open source licenszelésről. Köszönjük szépen, és találkozunk legközelebb. Sziasztok! Sziasztok!